Köszöntöm minden kedves nézőmet a mai napi Ranked 14-es összecsapásunkon. Hát látható, megint Paladinnal operálok, és mai napon egy rózs lesz az ellenfelünk, és Dr. Boomot megkaptam a kezembe, úgyhogy ezt nem is fogom eldobni, sőt a másik három napos se. Ez így, ez szerintem jó lesz kezdés, nem kell, és majd meglátjuk. Hát, egy ilyen esti órán szeretem az ilyen összecsapásokat, főleg ilyenkor szoktam rankedezni általában, egyrészt azért, mert ilyenkor van időm. És hát még a coin is nálunk van, úgyhogy ez kiváltképp barátságos kör lesz. És mivel is kezdjük, hát a Rózsnál van most az egymanás kör joga, úgyhogy ő rakhat le lapot, de nem rakod le, hála jó Istennek. Én meg fel is használom a The Coint. És használom a hősöm különleges képességét, és megidézek egy 1/1-es katonát. Mondjuk így. Neki ez a különleges képessége már, mint a paladinnak, aki nem tudná. És hát a Rózs is használta az ő különleges képességét, hogy 2 manáért cserébe, 2 körön keresztül egy adagot biztosít saját magának. Na. És megint megidézek egy katonát. És várunk, hogy mit fog reagálni az illető úriember, vagy hölgy, vagy fene tudja, hogy mi akar ez lenni. Na, gondolkodik egy kicsit, de hát azért 3 manánál olyan sok gondolkodásra nem nagyon van lehetőség, vagy sokat kell is. Ó, és egy Coinlight-ról, ami 2 lapot ad nekem, és 2-t neki. Ami egy kicsit aggaszt, de majd meglátjuk. Ó, és igen, ez egy fárasztós pakli lesz, lemásolta, megint van neki 3, plusz még szerintem még egy lesz a kezébe, azaz összesen mindegy 4 van a pakliba. Magyarán ez az illető úriember azzal próbálkozik majd, hogy úgy akar engem elintézni, hogy szépen elégeti a kártyáimat, és el fogja fogyasztani magyarán az összes kártyámat, anélkül, hogy fel tudnám őket használni. Ami nagyon-nagyon-nagyon nem szép dolog, hát meg kéne szabadulnom egy-két kisértékű laptól, de inkább nem, lehívok még egy-egyes katonát, tehát a Divine Shield-es 2 manás kártyáimat azt nem fogom feláldozni, úgyhogy akkor jön még egy katona, és akkor meglátjuk, mi lesz. 2, 4, 6, 8 kártya van a kezemben, egyébként egy lap elégetne az. Azért még nem fogok haragudni. És elérkeztünk a 4. mana körhöz. Hát ez a ranked mód, ez igen-igen alantas. Nem lesz egyszerű előre jutni, de hát majd azért próbálkozok még, ne izguljatok. Nem szoktam feladni én így, csak úgy a dolgokat. Na, leüti a minionjamat. Igen. A műlokkal szerintem meg fog támadni. Igen, jön arcba. Aktiválta a secret lapomat, ami a szemet szemér kártya, azaz ugyanannyi sebződik ő is, mint amennyit én. És elérkeztünk a 4. mana körhöz, ahol is kiátszom ezt a jó kis lapot. 3 minionom egyből lent tervet, meg a hősömnek is lett 4 körön keresztül egy atakja. És biztonság kedvéért még fogyasztom a kezemből a lapokat, úgyhogy leraktam őt is, de ennek vajon semmi értelme nem volt, csak annyi, hogy legyen még egy minion lent. És vajon mivel fog számomra szolgálni? Na, tegyél már le valami, drága jó fiam. Azt nem értem ilyenkor, mi a manon gondolkodnak, mert én általában azért másodpercek alatt el szoktam dönteni, hogy merre felé indulok, kivál kép, hogyha nem sok lap van lent. Hát, megint lerakott egy ilyen műlokkot, és kinyírta az összes minimumot, de imádkoztam azért, hogy ez a kártya ne legyen a kezébe, és megint lemásolta. Azaz, hogy 2-t már lerakott, és még 60 a pakliába, úristen, nekem annyi. Legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint, tehát elérkeztünk az 5. mana körhöz, és hát lerakom őt, a biztonság kerül, hogy csak 3 manába kerül, és lerakok még 2 1/1-es minion. Az egyik szerintem egy Divine Shield-es lesz, igen, hogyha azt nem nagyon tudja leütni, mert legyen egy kicsit sebződjön már a gyerek. És még verek rá egyet a biztonság kedvéért, és akkor lássuk, hogy mi fog történni. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz ez a ranked mód. De, mint látható, azért nem lehetetlen haladni benne előre, csak időigényes, amíg megtalálja az ember a megfelelő lapokat, és szerencséje van, hogy nem egy hardcore, legendari lapokkal felfegyverkezett enemivel áll szembe. Volt olyan ellenfelem, hogy gyakorlatilag majdnem minden lapja legendari volt, szóval az már nagyon fájt.
Ó, és Muklász championomat elintézte, makkadj meg. Na jó, hát kirakom őt, neki az a különleges képesség, hogy az összes szekret lapot előrántja a pakliból. Hát nem akartam őket feláldozni, mármint hogy elégesse, úgyhogy inkább csak egy lapot raktam le, hogy sok kicsit kiraktam volna. És megint égetni fog. Na, mondjuk ezért alapján nem kár. Mert oké, hogy ez hármat sebez, de ez is ad egy lapot a pakliból, úgyhogy ezzel csak magamnak ártottam volna. Viszont a Dietlornak kifejezetten örülök, mert így el tudom intézni, hogyha azt leverem, akkor lesz még egy minionom lent a csatatéren, és ez viszonylag egy manából meg tudtam oldani, íme. És már három minionom van lett, és ez egy Divine Shield-es, de hát meg a szerencsém van, akkor leütni se tudja, rakok még vissza a srácra egy Divine Shield-et, a biztonság kedvéért, és még mindig van kettő darab manám. Úgyhogy imádkozok, hogy jó legyen, és mit adjak még? Hát, mondjuk, hogy most biztonsági izére megyek, úgyhogy adok neki egy támadást és egy HP-t, úgyhogy nem én lerakom őt. Hát szerintem 6 millió azért csak elég lesz. De majd meglátjuk, hogy mivel szolgál nekünk a illető úriember. 2, 4, 6 lap maradt a kezemben, meg 2 secret lap van lett, meg 6 millió. De szerintem seregnek egész jó. És nézzük, mivel fog szolgálni a drága jószág. Ne gyerünk már, úgy. Öljed meg magad. Ez az, aktiválódott az egyik secret lapom, ami a Nublize Sacrifice, azaz egy Defender lap, ezt már az előző epizódban is láthattátok, ezt előszeretettel szoktam használni. És itt a másik kedvencem, bizony ez a kettő együtt kompóban nagyon adja. És meg akarja szó, ó, visszaadja őt a kezembe. Hát, mondjuk nem értem miért pont ő, de legyen. Oké. Megszünteti a Divine Shield, ezért beáldozta ezt a lapot. Hú, ez már valami nagyon izé dologra készül. Felemelte az atakját 5-re, és megsemmisíti a fegyverét, ez az elpusztította az összes minionomat. És elérkeztünk a 8. manakörhöz, ahol is szerintem eljött a Dr. Boom ideje. Úgyhogy le fogom rakni Dr. Boomot, és még mellette lerakok egy Divine Shield-es macát. Ime. Ne gyere, Dr. Boom, tedd a dolgod. Utálni szokták Dr. Boom, jó, mondjuk én is utálom, mert rohadt nehéz túlélni. De nem lehetetlen, mint azt az előző epizódban láthattátok. De remélem most ő nem lesz ennyire májer. Ah, megint próbálja fogyasztani a paklimat, de hát 2, 4, 6, most van 8 lap a kezembe. Most már 10, hát egy lapomat megint el fogja égetni. De szerintem ezekkel a lapokkal is meg fogom oldani ezt a kör. Ó, hát ezt akartam is. Hát tanultél nem kár, mert úgyis csak az az egy darab volt a paklimba. Én szerintem most jött el annak a 8 manás kártyámnak az ideje. Ami... random sebez 8-et, vagy nem? Á, nem. Ja nem, ez 6 manás, igazatok van. Hát az, baby, adjad neki. Jól van. Most el kéne intéznünk a Deathlordot. Ó, csak kettős sebzett. De így már jó. És mit az Isten, pont egy charge lap jött a kezembe, úgyhogy hölgyeim és uraim. Ó, és 4-et sebzett rá, hát nem hiszem el. Átjutottuk a rankát 14-be, közben megfulladok, de köszönöm szépen a megtekintéseket. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Na, csak túlélem, gyerekek, na, találkozunk legközelebb. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, meg dobjatok egy lájkot. Hello!